39 pedagógus hiányzik a Váci tankerületből. Jelenleg nagy a bizonytalanság, egyelőre azt sem tudják, milyen feltételekkel változik a munkaszerződésük. Rétvári Bence viszont úgy látja, uniós viszonylatban is jól állunk tanár létszámban. Okos fejlesztések a Váci Dunakanyar Színházban, két újabb helyiséget is kialakítottak az épületben, közben applikációkkal teszi könnyebbé a teátrum üzemeltetését. Rekordszámban látogattak el a turisták az idei nyáron Vácra, de az ES-nek is sikeresek voltak a tudósításai. Augusztusban több mint 3,5 milliós elérést realizált a televízió Facebook oldala. Kedves nézőink, Önök az ES Televízió péntek esti 8 órás híradóját látják, jó estét kívánok! Továbbra se találnak a hiányzó álláshelyekre pedagógust, a Váci tankerület iskoláiban még mindig 39 fő tanár, tanító, szaktanár hiányzik a tanévkezdés napján. Közben a pedagógusok is szeretnék megtudni, hogy a státusz törvény szerint milyen feltételekkel fognak dolgozni, és hogyan módosul a fizetésük. Erről ez idáig ugyanis semmilyen tájékoztatást nem kaptak a munkáltatótól. A PDS nyílt levélben küldte meg az iskolakezdéssel kapcsolatos kérdéseiket Maruzsa Zoltán államtitkárnak. Nagy a bizonytalanság például abban, hogy ki dönthet a csoportbontásokról, és az sem egyértelmű, hogy a jogszabálykörnyezetben hogyan kell elszámolni a pedagógusok tantárgy szerinti ellátandó kötelező tanítási óráit. Még mindig hiányzik 39 pedagógus a Váci tankerület iskoláiból, magyar történelem és matek, valamint nyelvszakos tanárokat is keresnek a három járás intézményeibe. Leginkább gyógypedagógusra lenne szükség. Csak a Váci császárba, illetve a tagintézményeibe jelenleg 12 fő gyógypedagógust vennének fel azonnal, de tanítóra is szükség lenne szeptember 4-ei vagy akár 12-ei jelentkezési határidővel. Július végén kerestük a Váci tankerületet, ahonnan akkor azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a hónap végére 8 fő mondott fel. Augusztus közepére már 39 főt kerestek a tankerület iskoláiba, szeptemberi iskolakezdésre. Mostanra pedig már kitolták a jelentkezési határidőt a tanítási időszak első, akár második hetére, mert továbbra sem találtak a meghirdetett álláshelyekre jelentkezőket. Az állami oktatás keretei között az iskola kezdésre készülő tanárok közben azt szeretnék megtudni, hogy a kormány által életbe léptetett a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény szerint milyen feltételek mellett dolgoznak a továbbiakban és hogyan változik a fizetésük. Erről ugyanis ez idáig a Váci tankerülettől nem kaptak tájékoztatást. Ez azért is lényeges kérdés, mert szeptember 15-e és 29-e között kell nyilatkozniuk a pedagógusoknak arról, hogy elfogadják az új feltételeket, vagy felmondanak. Ugyanis csak ebben az időszakban jogosultak az eredeti munkaszerződéshez viszonyított lényegesen kevesebb, maximum 1-2 hónapig kielégítésre. A pedagógus felmondás hulláma tehát ezért a tanév megkezdése utáni 3.-4. hétben várható ismét. Közben a PDS nyílt levélben adott hangot szakmai és munkavállalói agályainak, ugyanis a tanévrendjéről szóló miniszteri rendelet augusztus 22-én, tehát a tanév kezdés előtt 10 nappal lett kihirdetve, ráadásul a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény gyakorlati végrehajtását szolgáló rendelet még meg sem jelent. Ezért nagy a bizonytalanság a tantestületekben és az intézményvezetők körében is. A kialakult helyzetben nem tudják jelenleg elvégezni az iskolai csoportbontásokat, de a tantárgy felosztás szerinti ellátandó kötelező tanítási órák elszámolása is zavaros, ami jogsértő állapothoz vezethet, derül ki Maruzsa Zoltán államtitkárnak elküldött levélből. Az ES megkereste a tankerületet, hogy megkérdezzük, mikor tájékoztatják a pedagógusokat az új munkaszerződések feltételeiről, miért keresnek 14 pedagógust a császárba, és kit neveztek ki az augusztus 31-én távozó tankerületi igazgató helyére. A tankerület válaszában azt írta, a Császár András egymiben és tagintézményeiben az enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos, illetve súlyos autizmus spektrumzavarral küzdők szegregált oktatása nevelése folyik kis létszámú osztályokban. Az intézményekben évről évre nő a tanulói létszám, ezért van szükség több gyógypedagógusra, pedagógusra és nevelés-oktatás segítő munkatársra.
Válaszukban kitértek a pedagógusok szerződésére és miszerint a hatályos jogszabályok szerint tájékoztatják majd őket. Illetve közölték, hogy nincs kinevezett új igazgató jelenleg, addig viszont a szakmai vezető látja el a Váci tankerület irányítását. Az oktatásért felelős miniszter helyettes Rétvári Bence tegnap Győrben tartott nemzeti tanév nyitót, ahol a magyar edukáció helyzetét méltatta, kiemelve, hogy a kormány 30 éves tartozását törlesztette a pedagógus életpálya törvény megalkotásával, ami jobb körülményeket teremt az oktatásban. A Révai Miklós gimnáziumban elhangzó beszédében többek közt a pedagógus létszámról is beszélt, amit jelenlegi állapot alapján is az uniós élmezőnybe sorolt. Az IBM-nél fokozatosan zajlanak az elbocsátások, a gyártási tevékenységet a tervek szerint 2024 első negyedévében fejezik be Vácon, közölte a szerkesztőség megkeresésére a cég. A város harmadik legnagyobb iparűzési adó befizető vállalata a hónap közepén közölte, hogy bezárja a váci tároló szervereket gyártó üzemét. Az IBM szerkesztőségünkhöz eljuttatott leveléből kiderül, hogy a Vácon zajló gyártási tevékenységet Mexikóban tervezik folytatni. Döntésüket a termelés hatékonyságának fokozásával indokolják. Szerettük volna megtudni, hogy hány váci dolgozót érint a leépítés, azt a választ kaptuk, hogy mivel a vállalat éles piaci versenyben vesz részt, valamennyi telephely és üzleti egység munkatársainak számát bizalmas információként kezelik. Azt viszont elárulták, hogy a munkavállalók az illetékes üzemi tanáccsal folytatott megbeszéléseknek megfelelő végkielégítési csomagban részesülnek, amely az iparági szabványoknak és a jogszabályi előírásoknak is megfelel. A végkielégítési csomag konkrétumai nem nyilvánosak, de a híradó úgy tudja, hogy az elbocsájtott dolgozók a Magyarországon megszokott végkielégítésnél magasabb, akár 2 évnyi juttatással a zsebükben távozhatnak. A bezárás több száz dolgozót érinthet, nekik az IBM segítséget nyújt a tovább lépésben is. Egy részüket más egységekhez irányítják át, és otthonról fognak dolgozni. A 2024-es kivonulást követően a leasinget, létesítményeket visszaadják a tulajdonosnak. A nézők számára kevésbé látható, ám annál érdekesebb felújítási munkálatok zajlottak a Dunakanyar Színházban a nyár folyamán. A színpad és a süllyesztő berendezés javításakor feltárásra került helyiségekből tárolót, valamint egy próbatermet is kialakítottak, de applikációkat is bevontak a működtetésbe. Ugye a lenti helyiségek a színpad alatt ugye föltárásra került a süllyesztő javítás végett, ezért két oldalt és szemben is kialakult egy-egy ilyen tároló szobaszerű jellegű, ami régen zenekari árokként funkcionált, meg a felújítás során ugye vettek el a nézőtérből egy méteres szakaszt, és ebből is kialakult egy ilyen méteres tároló rész. A tároló helységeken kívül egy próbatermet is kialakítottak, amelyet a zenészek már használatba is vettek. A próbaterem a színházteremtől elkülönülten fűthető, külső bejárattal rendelkezik. Ám a színház dolgozóit nem álltak meg, különféle szoftvereket töltöttek le, amikkel hatékonyabbá tudják tenni a színház működését. Külső szemlélőnek szerintem nem észrevehető a változás igazából, amit ők szintén nem vesznek észre, hogy az egész színház ilyen 80-90%-ban applikáció vezérelt lett, tehát minden telefonról tudunk üzemeltetni azért, mert ugye alacsony létszámmal üzemelünk. Ezekkel az applikációkkal nem csak a teremfényt, a külső világítást, a különféle technikai berendezéseket tudják irányítani a színház munkatársai, hanem akár távolról a fűtés és a klíma ki- és bekapcsolását is. Az adatok tárolásával láthatóvá válik a színház éves hőmennyisége mind a színházteremnek, mind a folyosónak, így tervezhetővé válik a színház felfűtési ideje is. Az applikáció arra is képes, hogy a különböző funkciókat összekösse. Például a páratartalomhoz igazodóan fel tudják kapcsolni a villanyt, vagy akár a ventilátort is. Manapság, amikor minden az energiahatékonyságról szól, különösen fontos fejlesztések ezek, és ráadásul nagyon minimális a bekerülési költségük, mondták el a színház dolgozói, akik végül egy jó hírt is megosztottak velünk. Uránia Nemzeti Filmszínházból ide került az ő általuk használt vászon, és ezért újra vissza lehet állítani akár a mozi jelleget is. Ez is applikáció vezérelten üzemel.
A változatos program kínálata barokk belváros és az egyedülálló Dunaparti hangulat a nyári időszakban folyamatosan tömegeket vonzott Vácra, és várhatóan a szezon leköszöntével sem esik vissza az érdeklődés. Júliusban a 3 nap alatt mintegy 70 ezer vendéget számláló váci világi vigalom után augusztus 2. hetében már az ország egyik leglátogatottabb helyszíneként tartotta számon a várost a Magyar Turisztikai Ügynökség. A helyi Turinform iroda vezetője is arról számolt be a híradónak, hogy Vác az utóbbi hónapokban kiemelt turisztikai célponttá vált, hiszen szinte minden hétvégére jut az önkormányzat által támogatott gasztronómiai és kulturális rendezvényekből. Azt hiszem, amikor arról beszéltünk, hogy szeretnénk, hogy Vác felkerüljön Magyarország turisztikai palettájára, hogy egy számottevő olyan destináció legyen, amit a turisták örömmel és igen nagy számban szeretnének meglátogatni, akkor most itt a nyár után azt tudom mondani, hogy ennek nagyjából eleget tettünk, sőt, kicsit túl is szárnyaltuk. Már a majálison beindult a szezon, és Vác legnagyobb kulturális eseményén, a Vigalmon a drónfelvételek szerint is tetőzött a látogatottság. Azonban júliusban sem állt meg a dömping, hiszen a hónap utolsó hétvégén ismét Vácon rendezték a Spartant. A nemzetközi akadályverseny alkalmából egy nap alatt közel 10 000 ember fordult meg Vácon, emelte ki Kelecsényi Ágnes. A szakember szerint ez azért is fontos, mert a sportesemény látogatóinak legalább 80%-a még soha nem járt Vácon, és jó esély van rá, hogy a verseny után is vissza fog térni majd a családjával. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ statisztikája alapján még 2 hét múlva is az ország leglátogatottabb városai között szerepelt Vác. A felkeresett helyszínek közül a legnépszerűbb ezúttal is a Balaton környéke és a főváros volt, de a mobilcella adatokból készített jelentés szerint ugyanúgy tömegek keresték fel Vác főterét, mint például a Hajdúszoboszlói gyógyfürdőt vagy Sopron és Pécs belvárosát. Az önkormányzat támogatásával szeptemberben is minden hétvégére jut ingyenes program Vácon, ezekre szintén sok látogatót várnak. Szeptember nagyon-nagyon erős lesz minden hétvégén, tehát ilyen fesztivál dömping lesz tulajdonképpen, és éppen a mai napon, most ugye augusztus 31-e van, ma jelenik meg a Váci ősz programfüzet, ami szeptembertől egészen november végéig mutatja be a programokat, úgyhogy már a Turinform irodában elérhető lesz holnaptól. A víz inspirálta a Forte Fotoklub legújabb a Lira Torony galériában megnyílt kiállítását. A múlt péntek óta látogatható tálaton az alkotó képein keresztül változatos perspektívában mutatkozik meg az élet egyik legfontosabb eleme. A fotókon nem csak a víz halmazállapotának sokszínűségébe, hanem felhasználásának különböző módjaiba is bepillantást nyer a látogató. A fotóklub tagjai ezúttal a vizet állították lencséjük fókuszába. A Dunaparti városban működő amatőr és profi fotósokból álló csoport képein azonban nem csak a kanyarváci helyszínei köszönnek vissza, hiszen egészen Indiától Budapestig bejárták a kék bolygót ezekért a felvételekért, mondta el Cservenák Péter, a Forte Fotóklub Vác elnöke. Valóban az egyik legfontosabb természeti eleme városunknak ezzel a hatalmas nagy kanyarulattal, de hát természetesen van itt más kép is. Nagyon sok érdekes, izgalmas kép van, a cseppvíztől egészen a tengerig. A kiállítás felhívja a figyelmet a mindenki számára elérhető tiszta víz fontosságára és az édesvízkészletek veszélyeztetettségére is. Ugyanis az éghajlatváltozás súlyosbodásával a vízkészlet egyre nagyobb jelentőségűvé válik, és ma már nem csak a minőségének, hanem mennyiségének védelme is fontos, hangsúlyozta a klub vezetője. A tárlat a Líra könyvesházban a nyitvatartási időben 3 héten át látogatható. Elmúlt a nyár, de az STV rendkívül aktív időszakot zárt le a tegnapi nappal. Szerencsére ezt nem csak mi gondoljuk így, hanem önöktől is rendszeres visszaigazolások érkeznek például a Facebook oldalunkra.
Rengeteg eseményről számoltunk be, nem csak csatornákon, hanem a közösségi médián keresztül is. Augusztusban például több mint 3,5 millió elérésünk volt, és mintegy 600 ezer interakció érkezett a híreinkre, tudósításainkra. Köszönjük, hogy már több mint 8000-en követnek minket a közösségi médiában, ahol a legfrissebb hírek mellett heti háromszor a televízió adása egyidőben pontban 8-kor a híradót is nézhetik. Idézzük fel, mik voltak a legérdekesebb nyári videóink az önök interakciói alapján. Természetesen Magyarország egyik legnagyobb ingyenes fesztiváljáról szóló videóink rengeteg nézőt érdekeltek, hiszen a magyar könnyűzene csillagait hozta Vácra a vigalom. A fellépőkkel készült sztárinterjúk is érdekelték önöket, a teljesség igénye nélkül interjút adott nekünk a Budapest Bár, a Hooligans, a Kis Csillag, a TNT, a Söndörgő, de még a Valmár is küldött egy köszönömöt az ES nézőinek. A sporttal kapcsolatos hírek iránt is nagy érdeklődést tapasztaltunk. Kiemelt figyelmet kapott a Spartan Race Hungary és az a váci csapat, akik először körbe biciklizték a Balatont. A helyi foci ügyekre is sokan reagáltak. Egy különös felhívás is Rivalda fénybe került, amikor arról számoltunk be, hogy 100 000 forint üti a markát annak a horgásznak, aki 2 méteres harcsát fog Vácon. Első kézből értesülhettek tőlünk arról, hogy a filmbe illő autós üldözés hősrendőrei váciak. Az akció jelenet több mint 18 000 reakciót váltott ki közösségi média oldalunkon, amellett, hogy több millióan voltak rá kíváncsiak. A helyi események közül természetesen sokakat érdekelt az az anyagunk, amiben a törökhegyi építkezés miértjeire kerestük a választ, de mélyrehatóan foglalkoztunk az akkumulátorgyár váci vonatkozásaival és a pedagógusokat érintő változásokkal is. Az internetezőket lázban tartó, videón is megörökített váci robbanásra pedig kollégánk utánajárása hozta meg a legvalószínűbb választ, ezt egyébként azóta az országos sajtóban is átvették. Az ősz kezdetével továbbra is igyekszünk hírt adni az önöket érdeklő témákról. Köszönjük, hogy minket választanak, amikor a helyi híreket keresik. Szombaton belecsapnak a Kondérba a 19. Lecsó Fesztivál résztvevői, ahol ismét lecsó és lecsó jellegű ételek versenyeznek egymással. A szervezők 30-nál több kondérral számolnak, amiben különböző, de egyébként titkos receptekből készítik el az eredetileg szerb ételt. A polgármester civilek összefogásával nevezett be a jótékonysági célú versenyre. Azt tervezik, hogy idén grúz lecsót főznek, amiből 150 tányérral osztanak ki a látogatóknak. Az eseményre már 10-től érdemes kilátogatni, ekkor már készen lesznek az ételek, amiből kedvezményes áron vásárolhatnak a kulináris élvezet kedvelői. Közben helyi előadók és sportklubok szórakoztatják majd a közönséget. A nevezési díjakból, a szponzorációból és a kóstoló jegyekből összegyűlt összeget idén is jótékonysági célra ajánlja fel a szervező, a Vendégvárók Váci Egyesülete. Szép és érdekesnek ígérkező gasztronómiai rendezvény, hiszen a alkalmanként minden évben ez jótékonyságról szól. Jelenleg 35 csapat regisztrált, amely hát a mai gazdasági helyzetben egy fantasztikus számnak mondható. A vizekre veszélyes rovar és gombaölő vegyszerekkel permetezik a város közterületein található fákat és muskátlikat szeptember 2-a és szeptember 10-e között, tájékoztatja a lakosságot a Váci Városfejlesztő Kft. Az időjárás függvényében végzett beavatkozása a méhekre mérsékelt veszélyt jelent, az élelmezés egészségügyi várakozási idő 21 nap, vagyis a kezelés után ennyi idő elteltével fogyasztható a termény, amire a permetből jutott. Szombaton sok napsütésre, igazi nyári időre van kilátás, 30 fokos csúcshőmérséklettel. Érdemes lesz tehát kilátogatni a Váci főteren zajló fesztiválra. Vasárnap egy hidegfront hozhat több felhőt a Dunakanyarba, és záporok, zivatarok kialakulására is számítani lehet a térségben. A legmagasabb hőmérséklet 26 fok közelében alakulhat. Hétfőn és kedden ismét a napsütési lehet a főszerep, az időnként megjelenő felhőkből jelentős mennyiségű csapadék nem valószínű. Kedves nézőink, önök az ES Televízió péntekesti híradóját látták. Híranyagainkat megtalálják honlapunkon az estv.hu oldalon, ahol online is nézhetik adásunkat, illetve a Facebookon és a YouTube-on is követhetnek minket. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!